Márkvárt. Nagyszerű a labda átvétel, Szakály helyzetben, Szakály, gól! Vezet a Puskás Akadémia FC. Egy nagyszerű ívelést követően Szakály remekül vette át a labdát, és aztán utána nagyon higgadtan rúgta be Dibusz kapujába. Ami nem tetszik a Ferencváros szurkolóknak, hogy utána jelezte, hogy nem nagyon hallja a hazai drukkereket. Itt az ívelés, Márkvártól a tökéletes labda. Lovrencsics ezt most nem oldotta meg jól, Szakály viszont nagyon-nagyon higgadt. De valam az ismétlést néztem, úgyhogy... De kapott egy sárga lapot is, most mondják be a helyszínen, szóval a gól öröméért kapott egy sárga lapot Szakály, de ez annyira nem fogja őt most érdekelni. Rosszer. Jól teszi ki a szélre. Radó. Szép játék. Be középre, Batik. Márkvárt és Radó pacsia. Itt van még egyszer az előző szituáció. A szép játék, Gera helyzetben. Szabadrugás. Csere lesz közben majd a Puskás Akadémia FC-nél. Szakály mutatta az előbb, hogy cserét kér. De viszont óriási kiabálás a Puskás Akadémia FC kispadjánál, mert nem igazán derül ki, hogy ki jön majd. De most nézzük a szabadrugást. Varga, gól! Kiegyenlít a Ferencváros! Ez egy zseniális szabadrugás volt Varga Rolandtól. Továbbra is szenzációs formában. Tökéletes. És ezt nem mondanám kapus hibának egyáltalán. Talán ha kicsit kiebre állítja a sorfalat Danilovics, de ez inkább a sorfal fölött ment el. Pazar, pazar szabadrugás. A legutóbbi 6 meccsén így már 6 gólos, hogy csak a tét meccseket nézzük, és ebben a szezonban ez már a negyedik találata. Továbbra is 1-1 a Ferencváros Puskás Akadémia mérkőzés. Balog. Érkezik Spandler. Balog inkább beadja jobbal még hozzá. Jó, Dibusz jön rosszul! Gól! Deles! Úgyhogy hiába örül Molnár, nem adja meg a játékvezető. Azon az oldalon Szert Balázs az asszisztens. Na nézzük. Ez lesz fontos. Ugye az utolsó előtti védekező játékost kell nézni, és így, hogy kirohan Dibusz nagyon előre, így valószínűleg ez a jó döntés. Diallo. Molnár háta mögé. Lovrencsics. Hajnal lent marad a földön. Nagyjából magánál van, de aztán utána eléggé rossz ütemben fújta le a játékvezető. Még elég aggasztó az a testhelyzet, amiben van Hajnal Tamás, és az mindennél fontosabb. Úgy tűnik nekem, hogy magánál van. Ez nem tűn ennyire súlyosnak, mint hogy így hordárjon kell levéni Hajnal Tamás, legalábbis nekem nem tűnt annyira súlyosnak. Mielőbbi jobbulást Hajnal Tamásnak. Diallo. Molnár felé a kiugratás, és itt van Molnár sebessége, ami komoly fegyver. Molnár befelé cselez, majd lő, megpattan! És itt szöglet lesz. Közben pedig újabb ferencvárosi marad lent. Méghozzá Botka. De ő jobban van, mint Hajnal Tamás. Most már saját talpán. Itt az ütközés még egyszer. Vancák rosszul, Diallo egyből!
És most rúgja ki Koch. Inkább nézzük az utolsó percét a rendes játékidőnek. Koch hozta nehéz helyzetbe Dibuszt. És lehet egy újabb nehéz helyzet, Grigic lesen. Meg aztán be sem rúgja. Lovrencsic nem jut el Bőlihez. Ez viszont így lehetőség, Gorjaren tovább. Majd a lövés! Lovrencsic! Lehet, hogy ez volt a Ferencváros, meg ugye a mérkőzésen az utolsó lehetőség. Itt van, ahogy visszakapja. Azért alaposan mellé ment. Gorjaren indítása, azt Mutari el fogja érni. Középen Lovrencsics jön, Bőle is, meg Gorjaren is. Mutari egyedül megpattan szöglet. Ez az a sebesség, amit nem igazán tudott Mutari villogtatni ezen a mostani mérkőzésen. Loncák védekezett jól. Jó a fejes, Lovrencsics! Danilovics. Lovrencsics vissza. Jó kiugratás, csak lesen Mutari. Pedig bevágta rendesen. Pedig egyértelműnek tűnt így elsőre. És a visszajátszás alapján is.